Legkevesebb 3 halottja és több sérültje van annak a hatalmas robbanásnak, amely romba döntött egy épületet Madrid központjában. Az egyik sérült állapota súlyos. A 6 emeletes épület teteje, homlokzata és több oldalfala teljes egészében leomlott. Éppen errefelé tartottam, amikor egy óriási dürejt hallottam, mintha egy repülőgép zuhant volna le. Az ablakok is beleremegtek, először azt hittem földrengés van. A tűzoltóállomás közel van, pillanatokon belül itt voltak a rendőrökkel együtt. Először közlekedési balesetre gondoltam, eszembe sem jutott, hogy valami más lehet. Mondták a robbanást követően egymás után a szemtanúk. Az egyházi tulajdonban lévő épület plébániaként szolgált, az egyik ott lakó papa robbanás után eltűnt, és azóta sem találták meg. A szomszédos idősek otthonából sikerült mindenkit kimenekíteni. Az édesanyám a plébánia melletti otthonban lakik. Nagyon megijedtünk, mert az első hírek még az öregek otthonáról szóltak. Azt gondoljuk, hogy átvitték őket a közeli szállodába és kávézókba, és most mentőkkel elszállítják őket valahová, mondta egy spanyol nő. A környéket lezárták, a szerencsétlenség okát még nem tudták megállapítani, a hatóságok a gázrobbanást tartják a legvalószínűbbnek. A robbanás után kíváncsiskodók tömegei lepték el a környéket, jelentette az Euronews tudósítója, akinek egy taxisofőr azt mondta, hogy a robajt több kilométerről is hallani lehetett. Desde Madrid, Carlos Marlaska, para Euronews.